Talán az egyik legizgalmasabb területe szerintem a változásoknak az a térinformatikának a világa. Tegnap, ahogy beszélgettünk Eliattával és Phillel, az volt az érzésem, hogy akkor is, ha azt hisszük, hogy most már kezdjük tudni megfogni a jövőnket és a lehetőségeinket, ez a térinformatika esetében szerintem még beláthatatlan. Olyan mély lehetőségei vannak. Köszönöm szépen. The floor is yours. Nagyon szépen köszönöm. Mindennapi életünkben nagyon fontos szerepet játszanak a Föld körül keringő műholdak. Helymeghatározás, navigáció, műholdas felvételek, telekommunikáció, az űrtechnika nagyon sok helyen megjelenik, olyan szorosan fonódott napjainkba, hogy sokszor nem is tudjuk, vagy tudatosítjuk, hogy mikor vesszük igénybe valamelyik műholdnak a szolgáltatását. Az űrtechnika nem új dolog, viszont az elmúlt években izgalmas technológiai fejlődésnek következtében a felbocsátott műholdak száma egyre nő, és ezáltal az információ adatok hozzáférhetősége is. Ez az információs tömeg, adattömeg hihetetlen mennyiségű lehetőséget nyit új szolgáltatások létrehozásának. A Satellite Applications Catapult egy kormány által támogatott kutatásfejlesztési és innovációs központ. Oxfordtól nem messze helyezkedünk el, és elsődleges célunk azt, hogy támogassuk olyan műholdas technológián alapuló szolgáltatások létrehozását, amelyek különböző szférák és szektorok komplex problémájait segíti megoldani. Legyen ez mezőgazdaság, vízgazdaság, erdészet, okos városok, és sorolhatnám tovább a különböző lehetőségeket. Hogyan dolgozunk? Összehozzuk kis és középvállalkozókat, nagy multinacionális cégeket, egyetemekkel dolgozunk, és természetesen ne felejtsük el a felhasználókat, mert ezeknek a problémáit próbáljuk megoldani. Különböző demonstrációs és megvalósíthatási programokon keresztül dolgozunk együtt, nemzetközi téren is, remélhetőleg a jövőben Magyarországgal is lesz lehetőség ilyen nemzetközi együttműködésre. Négy fő programunk van, az intelligens közlekedés, kék gazdaság, fenntartható életmód, és az egy kicsit másnak kellene lenni, átszerültük most már a kormányzati szolgáltatások területén, és ezen a részen foglalkozunk az okos városokkal is. És erre konkrét példákat majd az egyik cégünk, akivel együtt dolgozunk, Phil fog adni, de mielőtt átadom neki a szót, szeretnék gyorsan megmutatni egy pár felvételt, amit magammal hoztam. Ez júliusban készült felvétel, 40 cm-es felbontású. Remélhetőleg eltaláltam, hogy hol helyezkedünk el, azt hiszem, hogy a felső részbe. De azt szeretném ezzel megmutatni, hogyha elemezzük ezeknek a felvételeknek, amint láthatunk, hogy milyen dolgokat láthatunk. Kicsit itt most megnagyítottam, azt hiszem, most már jobb helyen vagyunk, a Gellért hegyen látom a medencét ott. De ha elemezzük ezeket az adatokat, rengeteg dolgot láthatunk, parkolók elhelyezését, fák és zöld területek részét, és az elkövetkező években ezeknek a műholdas felvételeknek az elérhetősége már az különböző cégeknek is lesz, mostanáig ez elég limitált volt. Azt hiszem, itt még tovább is vagyunk. És a másik dolog például, feldolgozásának ezeknek a felvételével meg tudjuk mondjuk látni konkrétan, hogy hol vannak a zöld területek is, és következő döntésekben, várostervezéseknél ez nagyon sokat segíthet majd. A brit nagykövet helyettes asszony említette a Milton Keynes várost, úgyhogy nagyon gyorsan sikerült megtalálnom egy szlájdot, ami mutatja, hogy hogyan dolgoztunk együtt az ottani önkormányzattal.
a várostervezők szerettek volna valami újabb, modernabb lehetőséget arra, hogy hogyan nézik a helyi változást, és lényegében ott az alsó képen láthatjuk majd, hogy egy ilyen web interface segítségével tudják figyelni, hogy hol történt változás, hol épültek új dolgok, összehasonlítják azokat az adatbázisból felvitt engedélyekkel, és ha valamit látnak, hogy valaminek nincs dokument hozzáférhetősége, akkor helyszíni felmérést végeztetnek. Úgyhogy ez csak egy példa arra, hogy hogyan dolgozunk a kormányzatokkal. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget a Magyar Urbanisztikai Társaságnak és az ATPI-nak is, és nagyon szívesen válaszolok majd kérdésekben a szünetükben. Ezzel átadom a szót Félnek. Köszönöm szépen!